A Szamos-Krasznaközi tározó a Felső-Tiszán a Szamos-Krasznaközi öblözetben helyezkedik el. Határait nyugatról a folyó jobb partja, a többi irányból a települések védelmére létesítendő új lokalizációs töltések alkotják. A tározó érinti Kocsord, Györtelek, Tunyogmatolcs, Szamoskér, Szamosszeg, Nagydobos, Ópályi és Mátészalka külterületét. A tervezett tározót az északi főcsatorna szeli ketté. Területének 85%-a szántó és művelési ágazatban van. Kisebb területén van erdő, cserjés növényzettel, réttel. Ha a tározó elkészül, 126 millió köbméter vizet bír el, 51,1 négyzetkilométer vízfelületen. Az egyetlen komplex lehetőség az ár- és belvízhelyzet tartós kezelésére. Működtethető megoldás a védekezésben és a vízgazdálkodásban, de egyfajta tájgazdálkodási fordulatra is képes. 7-8 éve húzódó projekt, kormányzatokon átívelő program. A legnagyobb gondot mégis az okozza, hogy a gazdák tiltakoztak a tározó ellen. Mostanra 85-90%-uk a program mellé állt. A kártalanítások már a vége felé járnak, tehát most azokat a pénzeket, amiket korábban csak ígértek, most már az emberek megkapják, és egy jó esztendő múlva talán már be is tudjuk fejezni. A vásárhelyi tervben ezzel a kivitelezéssel 2013-14-ben végezhetnek. Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke arról is szólt, hogy a vízügyi igazgatóságok munkája az utóbbi évek központi költségvetésében nemhogy alulkalkulált volt, de működésüket is hátráltatta. Most van esélye arra, hogy ezt felülvizsgálják és forrásokat kapjon a vízügyi szakma. A vásárhelyi terv továbbfejlesztése az ettől független finanszírozási forrásokból zajlik. Ezek a források jelen pillanatban rendelkezésre állnak. Jó részük egyébként Európai Uniós forrás, tehát ezek felett a magyar kormány csak korlátozott rendelkezési joggal rendelkezik. Tehát a vásárhelyi terv továbbfejlesztéséhez szükséges források megvannak. Hogyha sikerül olyan megoldásokat találni, ami a helyi közösség számára is elfogadható és perspektívát kínál, akkor lehet folytatni a projektet, és én abban bízom, hogy minél hamarabb be lehet fejezni ezeknek a létesítményeknek a kialakítását. A vásárhelyi terv 2003-ban indult el, első ütemét 2004 és 7 közötti időre tervezték, csak ez utóbbira 130 milliárdot fordítottak, töltésfejlesztésre, gátépítésre. Ezt követték a tározó építések, Cigánd, Tiszakarád és a Szamos-Krasznaközi tározó a Felső-Tiszán. A programmal az ár- és belvízvédelem, a lét- és vagyonbiztonságon kívül komplex tájgazdálkodásra is törekednek, felértékelődik a természetvédelem is. A beruházások pedig új munkalehetőségeket is jelentenek.